füstjelek. Mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Egy csodálatos kiváltságról szól Pál apostol ebben a kijelentésben, mert hogy nem kevesebbet mond, mint azt, hogy mi Krisztusnak a nagy követei vagyunk. Úgy végig gondoltam azt, hogy micsoda dolog az, hogy vannak nagy követek az országokban, akik egy másik országnak az alapelveit és az érdekeit képviselik. És belegondolunk mi naponta ebbe a kiváltságba, hogy miközben emberek között járunk, kerünk, akkor mi a Krisztusnak a nagy követei vagyunk. És azt gondolkoztatott el különlegesen, hogy mennyire igaz ez ránk nézve. Komolyan vesztük mi azt a kijelentést, hogy mi, noha ezen a földön élünk, hiszen Krisztus azt kérte az atyától, hogy nem azt kéri mi felőlünk, hogy vegyen ki bennünket ebből a világból, de hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól, tehát ezen a földön élve mi a Krisztus országának a nagykövetei vagyunk. Hiszen azt olvassuk a Filippi levélben, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És úgy elgondolkoztató az, hogy hogyan is tehetünk mi bizonyságot annak az országnak az alapelveléről, hogyha mi nem érezzük nagyon mélyen át azt, hogy igen, a mi országunk a mennyben van. Hisz mi onnan várjuk a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkat. És mennyire fontos, hogy egy nagykövet tökéletesen, pontosan ismerje annak az országnak minden kívánalmát és minden érdekét. Vajon mi ismerjük Isten országának minden alapelvét, minden kívánalmát? És igazán megismertük azt, hogy kik azok az emberek, akik hiteles nagykövetté válhatnak? Mert hogy óriási dolog, amiről itt ír Pál apostol. Mert hogy azt mondja, hogy igen, Krisztus volt az, aki megbékéltette magával a világot. Nagyon különleges, hogy az embert kellett megbékéltetni a Krisztussal. Mert az Istenről az emberek sokszor úgy gondolkoznak, hogy egy haragvó, kegyetlen úr, aki büntet. Ugye a köznyelben lévő szólásokból is ezt tudhatjuk, hogy megver az Isten bottal, és ehhez hasonló gondolatok vannak. De Krisztus megbékéltette magával a világot. És ha ő megbékéltette magával a világot, mivel nem tulajdonította nekik az ő bűneiket, akkor ránk bízza a békéltetés igéjét. Hány és hány emberrel találkozunk, akik még nem békéltek meg Krisztussal és Istennel. És tekintsünk a mai napunkra, és egész életünkre, jöttünkben, mentünkben, ilyen módon a mi kiváltságunkra, hogy mi nagykövetei lehetünk a mennyek országának. Ki tudja, hogy azok az emberek, akikkel összehoz bennünket az élet, a különböző körülmények, valaha még találkozunk-e velük? Lesz-e lehetőségünk arra, hogy bármit is bemutassunk a mennyek országának alapelveiről? Nem biztos, hogy ezt mindig szóval tehetjük, ezt a békéltetést, hanem lehetséget sok esetben inkább a magatartásunkkal, a hozzáállásunkkal tudjuk bearanyozni egy embernek az életét, bármilyen apró, kisebb vagy nagyobb segítséggel, hogy bemutassuk a menny alapelveit. Én kívánom azt, hogy ez legyen a mi életcélunk, amiről itt olvastunk. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk,
béküljetek meg az Istennel.